folytassuk egy magyar gyártású filmmel, amit az HBO Max kínálatában találtunk pár napja, és tudunk erről a filmről és a létezéséről, ugyanis közösségi finanszírozásban készült, nem pedig haláltitokban. Az a címe, hogy a karanténzóna. Ez egy 5 kis epizódból álló 80 perces film. Próbáljátok meg elképzelni, hogy mintha tett volna valaki egy gurítást, hogy egy picit a, nagyon picit a Black Mirror, de sokkal inkább az annak idején Alkonyzónának elnevezett sorozatnak mondjuk csinál egy ilyen fanfiction jellegű, de egész estés, hogy mondjam, minden technikai értelmében minőségi filmet a Covid karanténra reagálva, és elég jól választ 5 olyan élethelyzetet 5 kis történet formájában, amit más élt át. Tehát lehet, hogy ő is, tudod, a szerzők is ott vannak a történetben, de ahogy én ezt így végignéztem, a vége az úgy csapódott le bennem, hogy én köszönöm, nem panaszkodom. Tehát, hogy se nem voltam 28 négyzetméteren összezárva a 10 évig tartó házasságomban, amit az Egyedül című első történetben látunk. Se nem kellett a haldokló apámat ápolnom a szobában úgy, hogy közben a 7 éves gyerekemről is gondoskodnom kell, ami a második történetben van. Se nem voltam egyedül otthon élő nyugdíjas összezárva saját magammal, akinek nagyjából így a szociális társasága az a ilyen védőszolgálat, vagy tudod, ilyen szociális munkások, akiket ilyen-olyan ürüggyel kihív. Se nem vagyok egy influencerrel összezárva, aki gyakorlatilag a hát ahogy itt a formanyelv, a Húsbáb című epizódban mondja, a húsát értékesíti gyakorlatilag, ugye azt dolgozza, hogy látszik, és ettől egyre nagyszerűbbnek érzi magát, te meg egyre inkább egy darab tárgynak látod, és hát az utolsó kis történet, a Sehol című, ami talán a legközelebb áll hozzám, ahol egy ilyen fejlesztős rác otthonról dolgozik, már ki tudja mióta, egyre több a pizzás doboz körülötte, elvileg van egy barátnője, aki vidéken van a szülei házában, de ő nem megy le oda, néha beszélnek online, tudod, videó beszélgetnek, de így egyre inkább rázza le, és egyre inkább a felnőtt oldalakat túrja meg, valamennyit a munkával foglalkozik, de azzal egyre kevesebbet, míg így gyakorlatilag megeszi azt, hogy nem mozdult ki, és már úgy él, mint egy majom a majomházban. Igen, elrabolja a virtualitás. Én nekem hihetetlenül tetszett a film egyébként, ugye ez az 5 rövid film, mert egyrésztről azért, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire kevés pénzből ki lehet ilyen minőségű tartalmat hozni, és azért egyébként ez a film így önmagában egy élő kritika a magyar film egészének, hogy azért viszonylag jó forgatókönyvvel, viszonylag jó színészekkel egészen minőségi történeteket el lehet mesélni, itt nagyon-nagyon kevés pénzből. Ez az egyik. A másik, amiért én hálás vagyok, hogy nem akar többnek látszani, mint amiatt. Ez egy tisztelgés a Twilight Zone előtt, és így egy másodpercig sem akar valami nagyon-nagyon újat alkotni, valami nagyon-nagyon újat mutatni, hanem kicsi, egyszerű célja vannak, de azokat teljesíti. És harmadrészt, ami a legfontosabb talán, hogy ezen célok közül kiemelkedik, hogy egyáltalán emlékeztessen minket erre a Covidra, meg hogy mi volt ez a Covid, mert az a helyzet, hogy nem volt olyan régen, de már én nekem ezek az élményeim, a Nyunyóka néninek az esti szózatai, az összezártság, mindaz az elképesztő pszichés nyomás, amit ráterheltek a társadalomra, amelyik megpróbálta valahogy kihúzni, amíg meg nem jelenik a vakcina majd, amíg meg nem jelenik a második adagja a vakcinának, meg a harmadik adagja, hogy ez már nálam például teljesen le volt szorítva a tudattalamba. Arra is időről időre egy emlékeztetnem kell magam, hogy még mindig tartozunk azzal a számadással, társadalmi szinten is, hogy a Covid kapcsán mi történt, hogy egy
egy nagyjából blöffre lezárta az emberiség a bolygót, és ennek a következményét, a brutális inflációt, a tönkrement egzisztenciák tömegét, stb. Még mindig nem dolgoztuk fel, és még mindig nincsen valós tudásunk arról, hogy mi történt, hogyan történt, és ez hogyan történhetett meg, és hogyan történhetett meg, hogy ilyen gyorsan elvették az emberi jogainkat. Ilyen gyorsan másodpercek alatt a társadalmak elkezdték igényelni a kemény vezetőt, a durvábbnál durvább szabályokat, a kisebbségek, a másként gondolkodóknak a megbüntetését, és egészen félelmetes dolgok történtek a makrovalóságban, miközben a mikrovalóság az ebben a filmben is nagyon jól megmutatja, hogy szintén tragédiák és drámák tömege zajlott le a négy fal között, ahova az embereket bezárták, mert egész egyszerűen az a helyzet, hogy akármilyen jól hangzik, hogy a karantén, akármilyen jól hangzott is, hogy egy-két hónap lezárás is utána már megoldódik, csak még két hetet tartsunk ki otthon, hogy az ember alapvetően társas lény, és hogyha megfosztják a közösségi tereitől, megfosztják az egymástól való kommunikációnak, érintésnek a lehetőségétől, mindent bekényszerítenek a virtualitásba, annak óriási ára van. Hát én azt hiszem, hogy a 21. században már mindennel így lesz. Hogy valamit csináltunk, valamit műveltünk, észrevettük, hogy rosszul csináltuk, kikorrigáltuk, de nem néztünk szembe azzal, hogy mit csináltunk rosszul, nem adtunk számot róla, nem történik meg az az aktus, hogy ez és ez az intézkedés hiba volt, ezt így, itt és itt, így és így túltoltuk. Levonjuk a következtetést, hogy ez a hisztérikus magatartás, ez elhibázott volt, és hogy a jövőben józanabban fogunk cselekedni. Megtörténik a korrekció, de nem történik meg a szembenézés, nem történik meg a számadás, nem történik meg a nyilvános elszámolás a hibákkal. Hát azóta, hogy lezajlott a karanténidőszak, már voltak sokkal súlyosabb járványadatok, mint amikor az egész világ bezárkózott. Sokkal súlyosabb járványadatok. De már annak a hisztériának, meg annak a lezárásnak a töredéke sem történt meg, mint ami akkor. Tehát nyilván valamit akkor rosszul csináltunk, amit most arra a világ kikorrigált, és már másképp cselekszik, de ez nincs kommunikálva. Senki soha nem állt ki, és mondta ki azt, hogy azok mellett, az adatok mellett, amazok az intézkedések hibásak voltak, és hogy valójában a hisztérikus sajtó kényszerítette ki a döntéshozókból ezeket az intézkedéseket, mert minden döntéshozó féltette a hatalmát elsőrendűen, hát akkor álljon le a világ, minthogy esetleg baj legyen, minthogy esetleg engem tegyenek felelőssé, akár egyetlen embernek a haláláért is. Ehhez hozzátartozik a világunknak ez a virtualizálódása, de most nem abban az értelemben, hogy a virtuális terekben, meg az egyesekből és nullákból épülő internetbe zárnak be minket a fizikai térből, hanem abban az értelemben, hogy a legkevesebb is a legtöbbnek tüntethető fel, és hogyha egy filozófiai térben vizsgáljuk, hogy akár egyetlen ember halála, akár egyetlen nyugdíjasnak a halála is több, mint ami belefér, akkor filozófiai szinten, vallási szinten, lelki szinten ez természetesen igaz. De amikor társadalmakat próbálunk megvezetni, vagy vezetjük be a karanténba, ennek a szellemnek a nyomán, mondván, hogy egyetlen ember halála sem fér bele, akkor annak a következménye az, hogy mellesleg egy csomóan meg fognak halni, történetesen nem Covid-ban fognak meghalni, és mellesleg a világgazdaságot megbénítjuk, olyan gazdasági válságot hozunk a bolygóra, aminek a nyomán a szegényebbek azok a nyomornak a legégtelenebb szintjére süllyednek le, aminek a nyomán az az olló, amely a gazdagokat és a szegényeket elválasztja, még egyre szélesebbre, elviselhetetlen mértékig nyílik. És tudod, nem vagyunk képesek már csak arra sem, hogy a hibáinkból úgy tanuljunk, hogy a hibáinkkal elszámolunk.
az egyik következménye lehet, itt egy hírben láttuk a KSH adatokat, hogy 5 éve nem volt annyira sok válás Magyarországon, mint tavaly. Ugye itt kifejezetten a karanténzónának az első epizódjában egy 10 éve együtt élő házaspár él egy kis területű lakásban, ahol egy idő után annyira sok nekik a másik, hogy már darabra is elkezd sok lenni. Ugye misztikus eszközökhöz nyúl ez a hát így ez a filmnyelve, hogyha úgy tetszik, a kicsit az őrület és a belső változásnak a megmutatásának, hogy olyan dolgok történnek, amik irracionálisak. És egyúttal pont ezt lehet kritizálni is a filmben, mert ezek valós valós nehéz helyzetek, amik az ilyen Twilight Zone-os misztikum használata nélkül is elmesélhetők, de pont egy ellenérvem is van akkor saját magam ellen, hogy azt viszont teljesen más közönség néz meg valamit, ami 5 epizódon keresztül nagyon nyomasztóan mutatja be, hogy mi a helyzet, versus ha van egy pici ilyen mesék a kriptábólos, tudod, nem is tudom, Twilight Zone-os felütés. Most én nagyon szerettem a Twilight Zone-t a 60-as évekbeli sorozatával, meg talán a 80-as évekbelit is, és ott ugyanaz történik, mint itt, hogy a setben, a jelenetben, a szereplőkön kívül a narrátor fizikailag megjelenik, ott a Rod Sterling, aki megalkotta a Twilight Zone-t, úgy besétál, mint egy etemboró a díszletben, mintha így elmagyarázná, hogy a természetben, ami jelen esetben a filmje, mi történik. Ezt igyekeztek reprodukálni, és tulajdonképpen így egy etemborróra kéne számítsunk, de a Twilight Zone-hoz tartozott a főcím alatt egy olyan vérfagyasztó női narrációs hang, amitől minden epizód elején én így átszellemültem, hogy most mit fogok látni, hogy, és itt amikor ez a narrátor nagyon sokszor elmondja, hogy a karanténzónában játszódik, és itt vagyunk a karanténzónában, akkor hát így nem fagy belém a különböző távozatok. De Nyunyóka néni nél se? Nyunyóka néni viszont igen, ő átszövi az 5 epizódot, tehát olyan, mintha a tiszti főorvos asszony szereplője lenne a filmnek. Igen, folyamatosan a tévében látjuk a háttérben, ahogy éppen sajtótájékoztatót tart és magyaráz. Egyébként annyira érdekes lenne megmutatni például mondjuk a Majkának ezt az első részt, ami ugye arról szól, hogy milyen elviselhetetlen tud lenni két olyan embernél is, aki szereti egymást, az, hogy össze vannak zárva heteken, hónapokon keresztül egy kicsi lakásba, amikor ő azt mondta ugye az úszómedencés házából, vagy mit tudom én, villájából, nem tudom, van-e ott úszómedence, hogy hát, hogy nem lehet kibírni pár hetet, meg pár hónapot otthon. Hát, de aztán Majka bírta a legkevésbé. És aztán ő bírta a legkevésbé, igen. És egyébként az is nagyon jó volt az első részben, az kifejezetten tetszett, hogy ugye mondtad, hogy az egyik felelőse a karanténhisztériának ugye a sajtó is a klikvadászat volt, de bemutatja ott egyébként a másik felelőst is, ugye az egyikük egy szakács, aki elveszíti a munkáját, bár most már, hogy beindult a gazdaság, 800 ezerért tud állást kapni a Balatonon, ha kell neki, de nincsen szakás 800 ezerért állítólag már. A másik meg egy valamilyen internetes értékesítésben dolgozó kis csaj, és míg a szakácsnak ugye nincs állása és munkanélkül tengődik otthon, addig a kis csaj cége meg szárnyal és repül, mert hatalmas megrendelések vannak, pörög a gazdaságnak ez a része. Azt hiszem, hogy nem tettem fel elég egyértelműen a kérdést, de az én oldalamat még mindig az fúrja, hogy miért nem képes az elit elszámolni egy tévedésével. Nyilvánvaló, hogy ez a hisztéria eltúlzott volt. Nyilvánvaló, hogy ezek az intézkedések nem voltak indokoltak, nem voltak helyesek, és ezt az elit is belátta, mert azóta az akkori lezárásokat meghaladó járványadatok mellett sem hozott olyan, megközelítőleg sem olyan szigorú járványintézkedéseket. Tehát valamit hibázott az elit, valamit tanult a hibájából, de mi ránk ebből nulla információ tartozik.
vajon mindig így volt ez? Vajon az elit mindig is képtelen volt arra, hogy belássa, hogy elismerje, hogy hát én ezt nem csináltam jól, de tanultam belőle, és most majd máshogy fogom a jövőben csinálni. És tudod, az egész nyugati civilizációra vonatkozik. Halálos itt aztán senki nem vonhatja ki. A verseny közben nem ismernek el de, ilyet, csak de, amikor visszavonulnak, igen, akkor mondják. Igen, de tudod, tényleg esetleg arról van szó, hogy nem is lehet, nem is szabad egy elitnek elismernie azt, hogy ő tévedett, mert abban a pillanatban felbomlik a közmorál, felbomlik a közrend, az emberek kimennek az utcára, feltörik az üzleteket, kirámolják, gyújtogatnak, hát az a társadalomnak a végét jelenteni, hogyha egyszer egy elit kiállna és azt mondaná, vagy valamelyik reprezentánsa az elitnek kiállna és azt mondaná, hogy túlzás volt, tévedtünk, de hát mi is követő módban voltunk, mi is lekövettünk másokat, akik szintén tévedtek. Ez egy olyan szituáció volt, hogy mi sem mertünk kiállni a sorból, de tanultunk belőle. Hát, hogyha valamelyik politikus kiállna és ezt elmondaná, az én szememben ettől alkalmasabb lenne, az én szememben ettől hitelesebb lenne. Rögtön azt érezném, hogy na hát, erre már tudnék szavazni. Nem spoilereznénk tovább szerintem ezt a filmet. Engem nagyon érdekel, hogy a második epizódban, akik esetleg láttátok a kislánya és a haldokló nagypapának a viszonyában, igazából így mi a kislánynak a története belül, vagy mi a szándéka, mert ezen vitatkozunk. Spoiler nélkül szerintem erről egyelőre ennyit. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Tasnádi Andrással itt a Spirit FM-en. Robi, neked van az a példát, hogy a repülőgépet robotpilóta vezeti. Aha. És lehetséges, hogy az elit azért nem tud számot adni azzal, ami történt, mert ő sohasem vezette ezt a gépet. Tehát kérdezzük a robotpilótát, hogyha bármire választ akarunk kapni. Valójában, de tudod, érdekes módon, amikor eredményei vannak, olyankor nem a robotpilóta a felelős, hanem olyankor ők. Tudod, olyankor azért el tudnak hencegni azzal, hogy mennyit javultak a számok. Tudod, olyankor nem az, hogy a robotpilóta nagyon jól vezette a repülőgépet, szavazzon ön is a robotpilótára 4 év múlva, hanem rám, én vezettem jól a gépet, érted? De amikor valami el van cseszve, akkor érdekes módon mindig a robotpilóta felel. Igen. Egyébként azokat a szakértőket se értem, hogy miért nem kérdezi gyakrabban a média, akiknek tényleg apokaliptikus jóslatai voltak, hogyha itt EB meccs lesz, akkor be fog robbanni a járvány. Hogy a terasznyitásnak már 2 hét múlva súlyos következményei lesznek. Tehát, hogy ez folyamatosan ment, folyamatosan működött, és igazából a majomhimlő kapcsán megjelentek ugyanezek az arcok, és elmondták ugyanúgy az apokaliptikus jóslatokat, csak tanulva az esetből most azt mondták, hogy hát nem biztos, de bármi lehet, a helyzet veszélyes, résen kell lennünk, figyelni kell, hogy mit mondok, hogy mikor kell majd zárni. És hát mennyit tanult vajon az emberiség ebből a tévedéséből? Mai cikk a 444-en, erősödik a koronavírus járvány Magyarországon. Mintha semmi sem történt volna. Ugyanott tart a kommunikáció, és hát a 444 kommunikációja, tehát ezt ki kell emelni, hogy a 444 az élen járt abban, hogy pánikot keltsen, hogy hisztériát keltsen, hogy a világvégének a hírét terjessze, hogy az apokalipszis egyik lovasaként tündököljön az égen. És hát itt van, erősödik a koronavírus járvány Magyarországon, 5 hetes csúcson az új fertőzöttek száma. Többen vannak kórházban is. Ez milyen mondás, hogy többen vannak kórházban is? Tudod, Magyarországon nagyjából 10 millió ember él, és többen kórházban. Ez már akkor teljesül, ha 2 kórházban vannak, tudod? És így kell megírni a cikkeket. És tudod, semmit nem tanultak belőle. Most is az van, hogy néhány kattintásért 5 hetes csúcson az új fertőzöttek száma. Mit jelent az, hogy 5 hetes csúcson? Azt jelenti, hogy az elmúlt 5 hétben nem volt akkora. De hát az elmúlt 5 hétben nem volt járvány.
Mit jelent az, hogy 5-7-es csúcson? Tudod, ez megint ugyanaz a hisztériakeltés, és tudod, készen állnak arra, hogy ugyanabba az őrületbe hajtsák bele az emberiséget, mint akkor tényleg tanultak belőle? Körülbelül a halálesetek száma mondjuk másfél hónapja lement 11 meg 10 alá. Ez körülbelül azt jelenteti, hogy utána lett 9 meg 8, ugye itt a, azt hiszem a napi ról beszélünk, és az még átlagolva is van, és akkor lemegy mondjuk 3-ra, és elindul vissza, és már újra 5-nél vagy 6-nál tart, igen, akkor következik ez a tudod, bizonyos csúcspontokon megélt ilyen 120-150-ekhez képest. De ez az 5-7-es csúcson, és ilyenkor... Ettől még megfordult a diag, tehát hogy tudod, az a vonalrajz, az a vonalgrafikon, az erősödött, és azt gondolom, hogy a fesztiválokkal és az utazásokkal ez emelkedni fog, de azt hiszem, hogy nem lesz már akkora hullám. Tehát, hogy ezek a hullám, most lesz még két kis hullám, és köszönjük. Oszi, hány covidos van ma Magyarországon lélegeztetőgépen? Hány covidos? Ma, amikor megjelenik a cikk, miszerint erősödik a koronavírus járvány Magyarországon, jelentősen megugrott az új koronavírus fertőzöttek száma. Hány covidos van lélegeztetőgépen Magyarországon? Öt ember van lélegeztetőgépen, tudod? És a 444 már beszámol arról, hogy súlyosbodik a járvány. Készen állnak arra, hogy megismételjék, tudod? Mert az államok legalább tanultak, az elitek legalább tanultak, de a sajtó semmit nem tanult. Ők még mindig a kattintásban hisznek, és még mindig feláldoznak bármit és bárkit, és a világgazdaságot, és tudod, akárkinek az életét az, még plusz egy kattintásért. Igen, az 5-7-es csúcs kapcsán, hogy a fertőzöttek száma, hogy így önmagukhoz képest se konzekvensek, mert azért most el kéne mondani, hogy de vajon tesztel eleget a kormány? Vajon elég tesztet végeznek? Vagy lehet, hogy itt azért sunyiba egy csomó fertőzött van, csak nem szűrjük ki, mert kevés a teszt, ami egyébként valószínűleg így is van. Tehát mi minél többet tesztelünk, annál több a fertőzött, akit találunk, hiszen ez a vírus az emberek egy jelentős részén úgy megy át, hogy nem produkál tünetet. És hol ezt követelték, hol meg teljesen más követeltek, mindig valamit, ami aktuálisan a legjobban hangzott, meg a legijesztőbben hangzott, azt kommunikálták, és hát nyilván nem tanulnak belőle, mert ott aztán tényleg egyébként céges igény, hogy minél több kattintás legyen. Túl azon egyébként, hogy nekik is el kéne gondolkodni, mert azon, hogy nem pusztán a dolog a pánikkeltésen, hanem azon, hogy ők erre a narratívára akarták rákötözni Orbán Viktort, és elsüllyeszteni a rendszerét. Tehát az volt a mesterterv. De akkor most miért csinálják? Még mindig ez a mesterterv? Nem tudom. Tehát tudod, ha az volt a mesterterv, mostanra ki kellett, hogy pukkadjon. Akkor most miért csinálják? Nem egyszerűen mert csak ők nem hibáztak, mert ők az emberek hibáztak, az emberek hülyék, mindenki hülye, de ők nem hibáztak. Még az se hiba, hogy bejutott a mi hazánk a parlamentben. Az sem, semmi. Itt ők mindent jól csináltak. Aki tévedett, az Orbán Viktor volt. Például azzal, hogy megnyitotta a teraszokat, például azzal, hogy engedte az EB meccset. Beszéljünk arról, egy hallgatónknak a felvetését próbálom röviden megfogalmazni, hogy időpocsékolás-e az igényesség. Mi az az eset, amikor igen, és mi az az eset, amikor nem. A hallgatónk annak idején, amikor ezt felvetette, így fogalmazott, hogy sokszor láttam elképesztő képességű matek tanárokat, végtelen képzelőerejű művész kollégákat, legyen ez bármilyen irányú zseni, de vegyük példának egy elméleti fizikust, akik azt hiszem annyival nagyobb volumenű és magasabb szintű dolgokról gondolkodnak, hogy nekik elveszíti az értelmét a mosogatás, takarítás, divatos vagy urambocsát tiszta ruhák felvétele. Ugyanis amikor éppen megfejti valaki az idő kezdetét, kiterjedését, meg mindenféle olyan volumenű hókusz-pókuszt, amit mi nemhogy nem tudunk, de ha elmagyarázzák, sem értjük. Hol van ahhoz képest az a problematika, hogy koszos az edény? Írja nekünk Tív. Na hát a helyzet az, hogy az igényességettől még nem időpocsékolás. Egyébként szerintem az, hogy valaki divatos ruhákat hord, az még nem az igényesség. Legfeljebb az igényességnek ez a pláza élménye, ez a pláza paraványa, vagy ez a plázák által legyártott igényesség élmény, látszat, minden esetre az, aki nem
alkalma, nem elméleti fizikus, nem képes arra, hogy az idő szerkezetét, meg az idő kezdetét, meg a tudat és a világ nagy kérdéseit megértse, az hiába lesz akármilyen igénytelen, hiába nem mosogat, hiába fordít akármennyi időt arra, hogy gondolkodjon, soha nem fogja megfejteni. Aki meg tudja fejteni, azt tudod, valójában mindig több időt fog fordítani, mindig épp elég időt fog fordítani arra, hogy ezen gondolkodjon, és ha emellett nem jut ideje arra, hogy egyforma zoknikat vegyen föl, hanem felemás zoknikban lesz, akkor ám felemás zoknikban lesz. De hogy ezt így feltenni a homo sapiens sapiensre vonatkozóan, a teljesen általános kulturális jegyeitől, meg intelligenciájától, vagy bármilyen specifikumától megfosztott emberre vonatkozóan, hogy időpocsékolás az igényesség, hiszen hogyha nem lenne ennyire igény, és akkor bizonyára egy hatalmas fizikus lenne, aki már feltalálta volna a relativitás elméletét Einstein helyett, szóval ez hülyeség, én szerintem. Az igényesség nagyon kényelmesen van használva, azt hiszem, hogy kényelmesen használjuk, hogy nem derül ki, hogy az egy testi, lelki, szellemi igényesség, amiről szó van, nem derül ki, hogy az igényes az maga számára elvenni szeretne, tehát igényel bizonyos dolgokat, és hogy az az igénye az a szükség, amit ő igényel, vagy pedig a fölött igényel valami luxust, vagy pedig az ő igénye nem magára, hanem másra vonatkozó, hogy ő elvár, hogy máshogy viselkedjen. Ugye esetünkben az, hogy ott van valaki, aki éppen megfejti az idő kezdetét, és akkor te azt annyit tudsz ehhez hozzáfűzni, hogy milyen, ugye a haja is milyen, talán ez az a komment, ami összefoglalja ezt. Nyilván mindenkinek megvan a saját terepasztala. Lehet, hogy valakinek ez a testtel kapcsolatos igényessége, legyen az annak a formája, az egészsége, a higiéniája, de lehet, hogy valakinek ugye a szellemmel, az erkölccsel kapcsolatos igényessége van. Én egy fizikusra, amelyik tudod a relativitást, vagy a kvantumok bizonytalanságát kikutatja és megérti, nem tudom azt mondani, hogy igénytelen, azért mert nem mosogat el. De figyelj, Szerintem nagyobb fokú igényesség végig gondolni rendesen, alaposan, igényesen a relativitást, meg a kvantumok bizonytalanságát, hogy a végére juss, mint elmosogatni. Hát szerintem ő igényes, csak azokra az igényességének a tárgya az, amit ő fontosnak tart, és ami egyébként speciál fontosabb, mint a mosogatás, vagy hogy egyforma zokni legyen a lábán. Neked, tehát hogy te most pontosan, hogy azért részrehajló vagy, mert te nagyon nagyra tartod nem az ő munkásságot. Nem nekem, ne haragudj. Az, hogy ő elmosogat vagy sem, az a legfeljebb az ő számára, a legfeljebb ráhat ki, illetve a vele egyháztartásban élőkre. Az, hogy ő rendesen végig gondolja azt a fizikai elméletet, amin dolgozik, az pedig tulajdonképpen az egész tudományos közgondolkodásra kihat, emberi milliókra, tízmilliókra kihat. Ha tényleg jelentős az illetőnek a munkássága, mert ez nem feltétlenül arra igaz, aki a végén Mennyire kell, hogy jelentéktelen legyen a munkássága ahhoz, hogy hasznosabb legyen az, hogyha elmosogat? Mennyire? Számára sosem. Téves kell, hogy legyen az elmélet, amin dolgozik ahhoz, hogy fontosabb és jelentősebb dolog legyen a mosogatás. Jó, annál. Én arra szeretnék rávilágítani, hogy amit most mondtál, hogy mert persze nem emlékszem, mit mondtál, de mondom az ellenkezőjét, hogy akkor ezt is mondhattad volna, hogy a versenyszerűen testépítőnek olyan a külleme, hogy én rá nem fogom azt mondani, hogy iskolázatlan, hiszen ő közben létrehozza azt a példát, ami miatt mondjuk tömegek kezdenek el sportolni. Érted? Tehát, hogy valaki így viszonyulhat hozzá, ha neki az egészség jelent annyit, mint neked a tudás. Te tényleg azt gondolod, hogy azért, mert valaki gyúr, ezek azért tömegek elkezdenek gyúrni? És tényleg azt gondolod, hogy valaki azért gyúr, hogy tömegek aztán elkezdjenek gyúrni? Tényleg azt gondolod, hogy valaki egy mosatlanok között fizika példákat számol, és ezt csinálják 3000-en, mind a 3000 egy valami nagy dologra fog rájönni, és nem tévúton jár? Ja, nem, de lehet, tehát, az nagyon fontos, hogy egy jelentős ember, és azt előre nem tudod, hogy az, amiben ő belefetszöli az idejét, és hogy mondjam, nem egy ilyen mixel foglalkozik, hogy hát nézd, akkor napi 24 órából 30 percet szánok a higiéniára, és 23 és felett a fizikára, hanem mondjuk így még ennél is durvábban felborul. Az, hogy az ő ilyen elhivatottsága végül hoz-e hasznot neki vagy másnak, hogy
tudod, lejár, gyurogat valaki, nem biztos, hogy ő lesz a Schwarzenegger, aki miatt tényleg elkezdenek mondjuk mozogni. Csak tudod, mi a döntő különbség, meg a lényeges különbség az, hogy az, hogy ő rendesen végig gondolja a fizikai elméletét, és a végére jut-e, és lesz-e abból egy olyan képlet, ami aztán hasznos lesz az emberiségnek, az mindannyiunkra tartozik. Az egy közérdekű dolog. Az, hogy ő elmosogat-e a lakásában vagy sem, az meg csak az ő dolga, ahhoz neked oszi semmi közöd. És egyáltalán nem is látom, nem is értem azt a diskurzust, ahol mi így elmondjuk, hogy inkább neki mosogatni kéne. Mi közünk hozzá? A Jordan Peterson azt mondja, hogy az életvezetési tanácsaiban, hogy az első dolog, amit csinálj meg, hogy tedd rendbe a szobádat, és gondolom ez a tanítás abból fakad, hogy azt mondja, hogy az, hogy te sikeres legyél, jól tudjad működtetni az életedet, párkapcsolatodat, jól tudjál teljesíteni, például mondjuk fizikai elméletek számolgatásában, ahhoz kell egy alapvető normális viszony a világgal. Én szerintem ilyen értelemben az igényesség semmiképpen sem időpocsékolás, még akkor is, hogyha nyilván vannak olyan emberek, akik enélkül is elképesztően nagyot tudnak alkotni. Ami szerintem fontosabb, meg általánosabb, hogy ha a higiéniára fordítom le például az igényességet. Ugye az egy jó kérdés, hogy például az igényesség túl azon, hogy időpocsékolása, nem pocsékolása a természet javaival, nem pocsékolása azzal a tőkével, amit elvileg az unokáinkra kéne hagyni, mert például mondjuk a napi jellegű zuhanyzás, vagy sőt a napi jellegű fürdés, az kifejezetten egy ökológiailag fenntarthatatlan dolog, és még emellé hozzáteszem, hogy azt mondják, hogy a napi szintű fürdés egyébként, vagy a naponta többszöri meg végképp a bőrön lévő különböző nem tudom, mik vannak mikroorganizmusokat, kinyírja és elpusztítja, tehát hogy valójában egészségtelne, tehát hogy van-e ott a civilizációnk, hogy igényesség címen olyan liturgiákat hajt folyamatosan végre, ami egyrészt nem szolgálja azt a célt, amiért csinálja, mert nem leszünk tőle egészségesebbek, másrészt meg fenntarthatatlan, mert elpusztítja a bolygót. Én azt javaslom, hogy ne mossuk össze a pszichét meg az elmét, mert ezek két különböző létsík. Amikor a Jordan Peterson arról beszél, hogy igenis fontos, hogy mosogassál a konyhádban, igenis fontos, hogy takaríts ki, igenis fontos, hogy rakd rendet a szobádban, az a pszichés egészségről szól. Tehát az, amíg te benned zavar van, zavarodott vagy, lelki zavarod van, szorongást érzel, abban egy erős faktor lehet az, hogy nincs rendben az életed, és mint az életednek ez a fizikai kiterjedése a lényednek, az otthonod nincs rendben. Egyébként ezt nagyon sokan terápiás jelleggel takarítanak, amikor szorongást éreznek, főleg ha másnaposak, kitakarítják a lakást, és jobban lesznek tőle. Oldódik a szorongásuk pusztán attól, hogy tettek magukért valamit, rendet raktak maguk körül, és az a rend, ez szépen begyűrűzik, és egy ilyen lelki nyugalom már lelki békévé válik, kvázi a mosogatással, meg a takarítással a felettes énjét táplálja, azt a felettesént, ami amúgy szorongással bünteti őt. De amikor elmosogat, amikor kitakarít, akkor a felettesén elnyugszik, és a szorongás oldódik. Ezzel szemben a tudós, tudod, Emmett Brown professzor, az elméjét használja arra, hogy újabb és újabb elméleteket dolgozzon ki. Ezen nem segít a mosogatás meg a takarítás. Nincsen szó arról, hogyha pszichésen te rendben vagy, akkor jobban teljesítesz a munkádba. Nincs, ez az összefüggés nem létezik, hogy a psziché és az elme között van egy némi átjárás. Én meg azt gondolom, hogy ott abban a szituációban, amikor egy tudós az elméletén dolgozik, megszállottá válik. Abban a pillanatban ő abból a térből, amelyik térben van, gyakorlatilag kilép, és egy másik térben, abban a térben, ahol a relativitás, ahol a kvantumok bizonytalansága zajlik, ő abban a térben él. Azt a teret, ami körülveszi őt, azt kizárja. És amíg nem jut ennek a végére, nem is tud mással foglalkozni, nem is tud kilépni annak a vizsgálatának a köréből egy mosogatás erejéig, tudod, hogyha őt abban a szituációban arra kényszerítenéd, hogy elmosogasson, az alatt a mosogatás alatt elveszíteni a fonalat. Tudod? De pont azt mondja most a Robi, hogy a lelki, vagy nem, a pszichés egészségtelenség az
hatékonnyá teszi őt a gondolkodásban, hiszen mániákussá válik, igen, és utána ennek élvezed a hasznát. Igen. Lehet, hogy az ő környezete, ugye, mit tudom én, a rend, a higiénia, vagy a divat szempontjából igénytelen. De szerintem ez egy elég romantizált tudós kép, tehát, hogy azért a tudósok nagy része szerintem nem ilyen. Hát, de szerintem meg még az íróknak, meg a költőknek a nagy része is ilyen, nem csak a tudósok. Ugye, neked nincsen ilyen tikkelésed, hogy ha nem írsz föl valamit most azonnal, akkor azt nem fogod újra kitalálni, és azonnal ide kell írnod, figyelj, meg oda, meg elküldöd, meg figyelj, föl kell hívnod a valakit, van egy csomó tudós, aki beleőrül abba, amit csinál, tehát hogy ez egy létező jelenség, de azért a tudósok egy jelentős része, és szerintem aki hosszú távon sikeres, hosszú távon tud alkotni, az ilyen, hogy azért valami fajta egyensúly tud tartani a valóság és a munkája között. Mondjuk például Balzacról mondják, hogy ő például egy olyan író volt, és tényleg sok ilyen író van, ebbe igaza van a Robinak, aki egész nap írt. Tehát gyakorlatilag a csávó felkelt, és írt, és amikor, mit tudom én, este kopogtak, hogy hoztak valami kaját neki, akkor éppen nem lehetett tudni, hogy melyik regényében van, de úgy szólította meg a panziós nőt, mint nem tudom én, gróf valakit, mert úgy képzelte, hogy ott van, mert olyan szinten elvesztette a valósággal a kapcsolatát, de azért én azért azt látom, hogy ez a kisebbik szelet. Tehát amikor az őrület képes ilyen nagyon-nagyon nagy teljesítményt létrehozni, az létezik, de az a kisebbik szelet. Viszont a legnagyobb működő psziché, meg jól szervezett ember kell ahhoz, hogy nagy tudományos vagy akár irodalmi eredmény legyen. Igen, igen, csak tudod, a legnagyobb művek, a legnagyobb mesterművek meg rendre így készülnek. Michelangelo-val kapcsolatban egy népszerű történet, hogy aztán így volt-e vagy sem, hát ezt nem feltétlenül lehet tudni, hogy a reneszánszkori Itáliában egy ilyen történet hitelesen megtörtént-e vagy sem. Minden esetre a történet úgy hangzik, hogy amikor Michelangelo a Sixtus kápolnát festette, akkor olyan mértékben belefeledkezett a munkába, hogy a kecskebőr nadrág, amit viselt, azt nem vette le, nem tudom én, heteken keresztül, és amikor végzett, vagy legalábbis végzett egy munkafázissal, amikor úgy ítélte meg, hogy na, akkor most ő levonul az állványzatról, és levette magáról a kecskebőr nadrágot, akkor a bőrével együtt vette le a nadrágot. Na most itt vagyunk mi, a nagyon igényes plázából kihajtott fogyasztók, a rádióstúdióban előadjuk, hogy Michelangelo lehetett volna igényesebb ennél. Hát azért ez így nem járja, így nem viselkedünk. Tudod, de ő ott átszellemült, ő ott a numinózummal, a transzcendenssel élt és működött, és arról tanúskodott a festészetével. És az a kecskebőrnadrág, meg az ő bőre, az mind csak annyit ért ott neki, mint az az ecset, amivel fest. A hallgatónk B azt kérdezi, hogy ez nem inkább alaposság és felszínesség összevetése kéne legyen, hogy a fizikus és a megjelenését épkeresgélő tinédzser is alapos, míg a commerce divatkövetés, vagy nem belemélyedni valamibe, ami érdekel és amit kutatsz, az felszínesség. És tulajdonképpen az, ugye, az alaposság az lehet egy túlzás is, mert láttam már olyat, hogy valaki 6 órát dolgozott minden egyes héten 3-szor valamin, ami 1,5 óra alatt elvégezhető. És ő ilyen kórosan benne volt abban az alaposságban, ami igazából már indokolatlan. Vagy volt barátnőm, aki ahányszor bezárta a távirányítóval a kocsiját, 2-szer körbe ment, és kinyitogatta, megnézte, hogy fizikailag ugye már nem lehet kinyitni azt a 3 ajtót, ami a kocsin volt. És ez egy kényszer, értem, hogy kényszeresség, de azt közben az nem nevezi meg azt a választ a kérdésre, hogy na, ez viszont időpocsékolás. Abban a tekintetben, hogy az ajtót nehéz kinyitni, időpocsékolás. Abban a tekintetben, hogy ő neki nyugodtan telik el a következő 1 órája, nem időpocsékolás. Nem lehet általános, mondom, erre a homo sapiens alakú bábura alkalmazni igazságokat. Ezért baj az igényesség kifejezés, mert ki mire? Kinek mi fontos? Senki sem független a sorsától meg a pszichéjétől. Hát annak a valakinek, aki megkerüli az autót és 2-szer vagy 3-szor ellenőri,
ez az időspórolás, mert ha nem tennének, és fölmenne a lakásába enélkül, a rutin nélkül, a következő 3 órában azon szorongana, és semmi mással nem tudna foglalkozni, hogy rendesen bezárta-e az autót. Hidd el, hogy ő, minden ember a relatív optimumra törekszik. Ő is ilyenkor az optimumra törekszik, természetesen egy OCD-s beteg ember, ahonnan te nézed, pocsékolja az időt, ahonnan meg ő nézi, hát mégiscsak az ő nézőpontja az autentikus ebben a kérdésben. Hát onnantól meg, onnan nézve meg, hát időt spórol. Azt írta Tív még eredetileg a témafelvetéshez, és azt talán akkor menti a témafelvetést is, hogy kit érdekel ahhoz képest az edény, ugye, amiken egy zseni dolgozik. Kezdem megérteni azokat a sikeres és gazdag zseniket, akik mondjuk bejárónőt alkalmaznak, mert teszem azt, az ő egy órájuk naponta lehet, hogy tényleg túl fontos ahhoz, hogy ők ruhát teregessenek vagy felmossanak. Sajnos a legtöbb zseni nem teheti ezt meg, de a Kardashian nővérek meg rohadt gazdagok, holott nem hiszem, hogy amire ők gondolnak, az fontos. Hát a lehetőségek azok nem adottak, tehát lehet, hogy valaki ugye amire 20 évet áldoz, legyen az tudományos munka vagy művészeti tevékenység, lehet, hogy a halála után fogják honorálni, vagy lehet, hogy az ő kutatásaiból egy másik tudós hozza létre azt, amit így felmagasztaltál, hogy mennyire hasznos az emberiségnek, és akkor tényleg hasznossá válik, addig meg hülyének nézte mindenki, és éppen ezért nem adott neki elég pénzt ahhoz, hogy abban lemérhető legyen, hogy gyerekek, én egy óra alatt tudósként keresek 1500 forintot, akkor minden, ami 800 forintba kerülne óránként, azért én fölveszek valakit, hogy légy, csináld meg helyettem, és akkor csinálhatom azt, amihez én értek. Nem hozhatja meg ezt a döntést, ha ő maga is nyomorban dolgozik. Azért az nem mindegy, hogy valaki híres vagy halhatatlan. Tudod, Cesare Borgia, vagy most akkor így mondom inkább, hogy Lucrezia Borgia az a korának a Kim Kardashian-ja volt. Tudod, nagyon-nagyon híres. Nagyon-nagyon híres, és még ma is emlékezünk rá. Cesare Borgia is egy nagy híresség volt, egy híres és nagyhatalmú ember volt a maga korában. Ezek híres emberek, akinek a híre túlélte őt. Hírhett emberek, nem? Igen, bizonyos értelemben hírhett emberek, igen, hiszen hát gyilkosok. Michelangelo meghalhatatlan, tudod. Ez egy döntő különbség a kettő között. A Kim Kardashian az egy híres valaki, valóban híres, vagy bizonyos körökben hírhet. Az, akinek a helyi értékét pedig bitorolja a közgondolkodásban, vagy a kollektív emlékezetben, azok pedig azok a halhatatlanok, akik talán még most még nem is halhatatlanok, talán még ismeretlenek. Hát pontosan tudjuk, hogy Franz Kafka haláláig ismeretlen volt, a halála után vált ő Franz Kafkává, és az, akit mi Franz Kafkaként ismerünk és tisztelünk, az Franz Kafka nem érte meg. Hát a Michelangelo, a Franz Kafka, ezek a figurák, ezek halhatatlanok. Lehet, hogy az adott pillanatban ismeretlenek, de tudod, az ő hírük, az nem a politika meg a hatalom szférájában, hanem a művészet szférájában kamatozik, és azt gondolom, hogy az igényük és igényességük sem a neked kellemes testi vizualitásban kamatozik, hanem az örökségüknek a minőségében. Jó, az egy stílusikorról, egy divatikorról beszélünk azért a Kim Kardashian esetében, azért nem egy modellről. Hát, ha hallgatja, nívósan veri vissza a fényt, ahogy más erre képtelen. Más elnyeli. Nem. Ő meg visszaveri. Úgy öltözködik, hogy trendeket és divatot diktál. Úgy öltözködik, mint egy művész. De szerintem Lucrezia Borgia is valami ilyesmit azért elmondhatott magáról annak idején. Köszönjük, hogy meghallgattátok a véleményünket. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifert, Brandont és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorságjában.